És tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott bennem az, hogy én dönthetek az életemről, hogy milyen életem legyen. Valójában, amit tapasztalok az életemben, az mindig a belsőm visszatükröződése. Mindig. És szerintem az évek alatt ez az, ami így mélyült egyre jobban, az, hogy mennyire veszem ezt tényleg komolyan, hogy amit belül állítok, az kívül elkezd megváltozni a valóság. És én egyébként ennek vagyok a megszállottja. Tehát a biznisz az egy, persze nagyon fontos, hogy hol laksz, tehát hogy milyen anyagi körülmények között élsz, ez nekem is fontos, de sokkal jobban fontos az, hogy úristen, hogy valamit én elkezdek beadni az idegrendszerembe, meg az elmémbe programot, és kint a valóság elkezd megváltozni, amúgy az döbbenet. Én úgy hívom egyébként, hogy az ökológia, ökológikus gondolkozás az az, hogyha bele tudom tenni azt a figyelmet és azt az energiát, hogy átgondolom, hogy hogyan tudom az adott, mondjuk vegyük azt, hogy üzletbe, ez lehet munkatársaktól, alvállalkozók, mindenki, vevők, összerakni azt, hogy hogyan lehet mindenki a legelégedettebb, vagy a legtökéletesebb, akkor én hiszek abba, hogy összeadódnak az energiák, mert megint csak visszatérünk oda az élet egyéb magasabb törvényszerűségeire, hogy amit beleraksz, mindig az fog visszajönni. És hogyha mondjuk eleve úgy állsz hozzá, hogy te olyan céget akarsz csinálni, hogy gazdaggá akarod tenni a körülötted levőket, a lehető legtöbb embert, mutass nekem olyan megoldásokat, hogy hogyan tudom a legtöbb embert gazdaggá tenni körülöttem, az mindig vissza fog hatni. Valójában nem hiszek abban, hogy van olyan, hogy munkaidő, olyan van, hogy életidőnk, tehát hogy mi az, amire elköltjük az életidőnket. És ha meg bármit lehet választani, akkor miért ne válasszunk valami olyat, aminek van értelme is. És hát én így kezdtem el vállalkozni. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez itt a Teremtsd Újra a Vállalkozásod beszélgetés sorozat. A következő beszélgető partnerem egy szemtelenül fiatalember, aki már is korszakalkotót teremtett itt a magyarországi vállalkozó piacon. Létrehozták a Voice alkalmazást, ami rengeteg könyv feldolgozását audioeleggel elérhetővé teszi számunkra. Fogadjátok nagy szeretettel Papp Norbertet. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Hívhatlak Norbinak, vagy Norbert, hogy szereted Norbi, jobban? Tökéletes. Norbi lehet, oké. Okay. Ha jól emlékszem, azt írtad, mert kértem tőled néhány gondolatot, hogy ez az ötödik vagy hatodik, hogy is vállalkozásod, és a harmadik céged, vagy hogy kell pontosan? Az első cégben ugye több profilt is átfuttattunk. Aha. Igen, hogy ugye a Voice-nál 2020-as volt az első lezárt üzleti év. Üzleti évetek, és itt ugye publikus az információ, hogy egy nettó 111 milliós árbevételt produkáltatok, amaz ezúttal is gratulálok, és bizonyítja a munkásságotok létjogosultságát, és azt a hihetetlen etikát, mert ugye mi üzleti partnerek is vagyunk ebben a relációban is, beszélgettek most veled, és első kézből tudom mondani, hogy nagyon korrektül csináltok a dolgotokat, és nagyon prémium minőség, úgyhogy gratulálok is további sok sikert. Ráadásul, ha jól tudom, akkor az első negyedéves eredmények alapján az idén jó esélye duplázni is fogtok. Reméljük, igen. Legyen így. Na mesélj egy kicsit nekünk arról, Norbi, hogy hogyan is jutottál el te a Voice-ig, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal nézi most ezt a beszélgetést, akik vagy ambiciózusok abban, hogy vállalkozók legyenek, vagy már ezen az úton haladnak valamerre, és szerintem a te példád egy nagyon jó lehet arra, hogy hogyan érdemes, vagy hallgatni, ugye olyan szavakat sokat írtál itt. Én kértem, hogy küldjél át néhány gondolatot, mert nem régen a Forbes hasábjain találkozhattunk a ti híretekkel, még ott is felfigyeltek erre, és akkor te, amiket írtál, abból, ami megmaradt bennem, az a teremtés kifejezés, a szabadság, az értékadás, tehát ezek voltak, amik így a te szádból leírva eljutottak hozzám, és szeretném, hogyha ezeket így megosztanád velünk, hogy melyik mit jelent számodra a vállalkozás berkein belül. Most tudom, hogy sokat mondtam egyszerre, át fogom adni neked a szót, tehát az első dolog, amit szeretnék kérni, hogy jutottál el a Voice-ig, utána pedig arról beszélj kérlek, hogy ezek az alapvető értékek, ezek hogyan nyilvánulnak meg ebben a működésben, ahogy most használjuk a Voice-t. Hú, hát igen, nem beszéltük meg, hogy mi lesz a téma, de gyorsan összeszedem a gondolataimat. Hát nekem ilyen tizenéves koromban emlékszem, hogy én már tudatosan kezdtem tervezni, hogy milyen életet akarok élni. És hát akkor elkezdtem olvasni ezeket a könyveket, Brian Tracy,
meg ezeket, amik akkor elérhetőek voltak. És tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott bennem az, hogy én dönthetek az életemről, hogy milyen életem legyen. Tehát, hogy kerestem azokat a pozitív példákat előttem, de így a szűk környezetemben így nem nagyon láttam olyat, hogy kitől kérhetnék segítséget, hogy milyen életet akarnék élni. És akkor elkezdtem tudatosan megtervezni így, hogy milyen életet szeretnék, és igazából nagyon leegyszerűsödött viszonylag korán, hogy igazából én bőségben szeretnék élni, szabadságban, és mindezt, hogy olyan dolgot csináljak, amit szeretek csinálni. Mert hogy az, hogy valójában nem hiszek abban, hogy van olyan, hogy munkaidő, olyanban, hogy életidőnk, tehát hogy mi az, amire elköltjük az életidőnket. És ha meg bármit lehet választani, akkor miért ne válasszunk valami olyat, aminek van értelme is. És hát én így kezdtem el vállalkozni. Tehát az első vállalkozásomat azt úgy csináltam, hogy a ballagásomra kapott nyakláncot levettem a nyakamból, beadtam az aciba, és amit kaptam érte pénzt, abból indult el az első cég. Alkalmazott voltál valami? 6 hónapot összesen. Még így, de nagyon nem akartam elmenni, akkor olyan munkám volt, hogy azt is így vizualizációval vettek föl. Tehát így nagyon sokat vizualizáltam rá, meg ilyenek. Az én átlag munkabér 2-szeresét kerestem, akkor cégautó volt, meg szabad munka, de én akkor azt éreztem, hogy az tuti, hogy nem nekem való ez a pálya. És eljutottál ahhoz, hogy akkor akarsz egy olyan alkalmazást, és tökre tetszett, hogy megtiszteltél azzal, hogy írtad, hogy legyen egy ilyen magyar guruló egyetem, mert ugye nekem így hívják a cégemet, és régen az volt az ambíció, amikor a Brian Tracy-től hallottam, hogy csinálj az autódból kerekeken guruló egyetemet, és akkor egy CD adathordozón keresztül adtunk ki rengeteg Brian Tracy anyagot és más szerzők anyagait is, de ez egy kvantumugrás, amit ti itt produkáltatok ehhez képest, mert nagyon megváltozott a világ, tehát már a legtöbb autóban CD lejátszó sincsen, tehát már nem életszerű, ráadásul az élet, az alkalmazás területeit az nagyon erősen leszűkötett egy CD-vel, ti viszont egy nagyon újkori megoldást találtatok ehhez. Ez hogy született, külföldi példa alapján, vagy itthon raktátok össze, mi volt a koncepció? Hát a koncepcióhoz, mint már utólag tudom, hogy van egy csomó külföldi példa, de amikor ezt elkezdtem, akkor nem is tudtam. Kicsit lehet, hogy amatőr módon is álltam hozzá az elején. Az egész motiváció az volt, hogy én akkor már nagyon tapasztaltam azt, hogy valójában amit tapasztalok az életemben, az mindig a belsőm visszatükröződése. Mindig. És szerintem az évek alatt ez az, ami így mélyült egyre jobban, az, hogy mennyire veszem ezt tényleg komolyan, hogy amit belül állítok, az kívül elkezd megváltozni a valóság. És én egyébként ennek vagyok a megszállottja. Tehát a biznisz az egy persze nagyon fontos, hogy hol laksz, tehát hogy milyen anyagi körülmények között élsz, ez nekem is fontos, de sokkal jobban fontos az, hogy úristen, hogy valamit én elkezdek beadni az idegrendszerembe, meg az elmémbe programot, és kint a valóság elkezd megváltozni, amúgy az döbbenet. Tehát, hogy erről hallottam 10 éves korom óta, de szerintem, ahogy teltek az évek, úgy kezdtem el ezt egyre mélyebben, vagy igazabbnak hinni, vagy nem tudom, egyre jobban ámulatába esni, vagy hogy mondjam. És addigra, mire jött ez a Voice, én addigra már több vállalkozáson túl voltam, és nagyon sokat kerestem, hogy mi a számomra a boldogság, vagy az életnek azok a pillanatai, amikor tényleg boldognak érzem magam, és ebből akartam sokat. És nem kanyarodok el a témától, visszatérve ide, hogy addigra már sok olyan vállalkozásom volt, hogy a pénzzel nem volt problémám, viszont azt éreztem, hogy olyan dologra fogy el az időm. Tehát, hogy évről évre fogy el az idő, és hogy olyan dolgot szeretnék csinálni, amit nem csak a pénzért csinálok, hanem amúgy én magam is azt gondolom, hogy ez egy tök hasznos dolog. És addigra én viszont elkezdtem, már pörgettem sok hanganyagot. Ugye te is mondtad, hogy a Főnix szemináriumot kívülről tudtad, tehát hogy ez konkrétan át tudja programozni az embernek az elméjét. Tehát hogyha folyamatosan beadod azokat az inputokat, teszem, én van olyan könyv, Neville Goddardok tipikusan ilyenek, amit 100-szor meghallgatok, 100-szor. És azért 100-szor, mert hogy az ember változik, meg egyre újabb nézőpontból, még 100-adjára is tudsz kivenni belőle olyan pluszt, amit a 99. alkalommal nem hallottál meg, vagy nem úgy. És maga az, hogy sok hanganyagot hallgatni ebben a témában, én az első kézből tudtam, hogy drasztikusan olyan köze van ahhoz, hogy milyen anyagi helyzetben élsz, milyen emberi kapcsolataid vannak, milyen párkapcsolatod van. Tehát
iszonyatosan pozitív, és nem találtam annyi hanganyagot. Akkor azt már éreztem, hogy a könyveket azt vásároltam folyamatosan, csak azt vettem észre, hogy gyűlnek a polcon azok a könyvek, amiket el akarok olvasni, de egyszerűen nem jutok oda. És akkor az elején azzal kezdtem, hogy én saját pénzből felolvastattam valakivel, hogy tudjam hallgatni. És egyre jobban foglalkoztatott az a gondolat, hogy ezt több emberhez is el kéne juttatni. Nem akartalak megakasztani, csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezt csak megerősíteni tudom, és itt a Voice mellett, hogy még többen tegyék le a voksukat, azért emelném ki, hogy ugye az egyik dolog, hogy vagyunk akik vizuálisak, tehát akik szeretik olvasni a könyvet, és nagyon sokan vagyunk auditívak, akik így szeretnek tanulni, és van a kinesztetikus, hogy mind a hármat érintjük, aki pedig inkább elmegy egy élő rendezvényre, és ott szereti így a húsvér közegben átvenni ezeket a dolgokat. Szerintem a legjobb az, ha mixeljük, és itt van egy fontos pont, hogy nekem sokszor mondták, amikor én is mondtam, hogy figyelj, húva jó hanganyagok, tolja, nem tudom micsoda, hogy igen, de nem tudok rá figyelni, mert hogyha mit a vezetés közben hallgatom, akkor nem tudom kijegyzetelni, és mondom, hála Istennek, hogy nem tudsz rá figyelni, és ezt csak azért akarom elmondani, mert ez egy ilyen örök téma, mindig nem sok közöm a vállalkozáshoz, de ennek az egész lélektanához igen, hogy ugye neked nem kell mondanom, talán inkább azoknak, akik most megtisztelnek is velünk vannak, hogy a tudatküszöb alatt hatódók, ezek akkor mennek be ezek az információk a tudatalattiba, hogyha olyan tevékenységet folytatsz, ami leköti a tudatodat, és te közben cenzúrázatlanul fogadott be ezeket. És én is sok számtalanszor jártam itt, Norbi, amit te mondasz, hogy megesküdtem volna, hogy ez a mondat nem volt eddig itt ezen a hanganyagon. Tehát, hogy ezt tudja, hogy utána rakta rá valaki, vagy ti, de hogy ez hogy van ez egész. És hát valójában utána fogalmaztam meg ezt így, hogy okosodnak ezek a felvételek. Más tudatszinten, más gondolatokat veszel ki belőle. Köszönöm, a folytatod az előző gondolatot, de ha nem vertem még ki a fejedből, csak ezt ide szerettem volna beszúrni, hogy ez egy nagyon fontos pont, hogy az audio az tök jó. Ennek megvan a veszélye is egyébként, hogy csak keretben legyen, engedd meg, hogy ezt hozzátegyem. Interjúra hívtalak, és most én mondom, csak hogy amikor az anyukám mondta ezt, hogy megy nála, ment nála, most múlt időben mondom, hogy ment nála mindig a tévé, és általában parlament, hírek, nem tudom ilyenek, és mondtam, hogy édes anyukám, ne engedd már ezt meg, és mondta, hogy a kisfiam, nem is nézem, csak úgy mondja. Mondom, az még rosszabb. Ha legalább figyelnél rá, tudsz vele vitatkozni, érted? De innentől kezdve, hogyha csak megy be szűrés nélkül, az kemény. Igen. És ha viszont olyan anyagokat hallgatsz, aminek bizalmat szalsz el a szerzőnek, a témának, az egész hátterének, akkor meg az abszolút jó, hogyha olyan időszakban is megy, amikor nem erre koncentrálsz direktben. Abszolút, mintha én mondtam volna. Egyébként én azt gondolom, hogy egyik sem fontosabb, tehát mondtad ezt a hármas kombót. Szerintem mind a három, amit mondtál, hogy ugye mi a cél? A cél az az, hogy föltelepítünk egy programot, míg fölnövünk, és egyszerűen az a program, mint egy tömeg kisugárzása van, folyamatosan hozza azt a visszatükröződést a világba. Tehát a cél az az, hogy át kell írni. És ez egy olyan meló, mintha tényleg az olimpiára készülnél úszni. Tehát úgy kell hozzáállni, hogy újra erőt kell venni magadat, újra megcsinálni, újra le kell győzni, a tested folyamatosan ellenkezik, amikor berakod azokat az új képeket, ami nem illik a mostani rendszerbe. Tehát ez tényleg maga az elején, mint egy nyelvet tanulni, tehát egy olyan dolog. És a három kombó az azért fontos, mert amikor elmész egy rendezvényre, ott hat a tömegnek is a tudata rád, ott az a rezgés szint, tehát ott olyan töltést tudsz kapni, amivel sokkal könnyebb döntést hozni utána, vagy nem tudom, egy ilyen megnövekedett energiaállapotba az olvasás. Én például olvasni a mai napig jobban szeretek, mint könyvet hallgatni. Sokkal több vizuálisat, tehát hogy sokkal több ideg, tehát egy ilyen érzékszervemet érinteni, és hogy sokkal virtuálisabb valóságot tud kialakítani bennem. A hallgatás az meg olyan, hogy az még mindenhonnan jöhet. És igaz, nekem az a célom, hogy mindenhonnan folyamatosan upgrade-eljem a programot fölfele, mert megfigyeltem, hogyha belül tehát tényleg át tudok változtatni valamit, kívül szinte alig kell tenni valamit, vagy csak tényleg egy ilyen logikus következő lépés, és a dolog mint így megy. Amikor meg belül nem vagyok rendben, akkor meg szétdolgozhatom magam, küzdök, izzadok, és egyszerűen nyúlik, mint a rétes tészta, és nem jönnek az eredmények. Ez egy óriási különbség, amikor az ember a nyomtatandó fájt változtatja meg, és akkor más lesz, ami kijön a nyomtatóba, hogy van erre egy ilyen példa is, hogy kinyomtatsz valamit, és akkor azon a lapon fogod hibajavítóval átírod, aztán megnyomom még egyszer az Entert, és kijön megint az a hiba, és azt mondod, hogy mi a franc, hát már átírtam a papíron, de
a programban nem született változás, és ez a folyamat. Egyébként én olyan fanatikus voltam régen, Norbi, hogy úgy csináltam, hogy mondjuk miközben a céljaimat írtam, akkor angol anyagokat hallgattam. Mert azt mondtam, hogy úgyis a célírásra koncentrálok, viszont az angol az meg megy be a tudatalattimba. Tehát ez tényleg így működik, és ha mixeled az egészet, az meg annál hatékonyabb, ez teljesen biztos. Igen, a háromnak a kombója az az igazi. Valóban a kinesztetikus élmény az meg azért, mert itt a rezgés szintet mondtad, ez tényleg egy olyan energia, amikor ugye azért társas lények vagyunk, és most már több mint egy évre nincsen lehetőségünk, de az emberek éhezik azt, hogy a közösség erejét érezzék, azt a sajátjukat, hogy ott vannak az ők is törzsükben, legyen szó bármiről, vállalkozói fórumok, önfejlesztő fórumok, különböző találkozók, tehát remélem, hogy mi hamarabb ez is vissza tudunk térni. Én is remélem, nekem is. Most voltam pár ilyen online tréningre befizettem, és így most oda jutottam, hogy nem fogok többet, mert pont az, ami miatt eljártam a konferenciákra, szemináriumokra, pont online-ba pont az hiányzik belőle. Térjünk vissza a vállalkozói oldalhoz. Oké, én vagyok a hunyó, én vittelek el a málnásba, de visszatérünk ahhoz, hogy mit gondolsz, mi a te titkod, vagy mi a Voice-nak a titka? Mert ez ugye egy olyan típusú dolog, ami van valami X-faktor, tehát megtaláltál egy üzletirést, vannak-e társaid, milyen vállalkozói szemléletet képviselsz. Tehát egy picit arról beszélünk, hogyan bánsz a pénzügyekkel. Én például azért is mondtam ezt a végtelen korrekt jelzőt, mert én azt érzem, az indulástól kezdve, az első között voltam, akit megtiszteltél az, hogy megkerestetek, hogy ez a win-win-win, tehát ugye nyernek vele, akik hallgatják, mindig segíted a partnereket, és nyilván ti is sikeresek vagytok ezáltal, de szeretném, hogy ezt egy kicsit árnyaltabban megmutatnád nekünk. Én úgy hívom egyébként, hogy az ökológia, ökológikus gondolkozás az az, hogyha bele tudom tenni azt a figyelmet és azt az energiát, hogy átgondolom, hogy hogyan tudom az adott, mondjuk vegyük azt, hogy üzletbe, ez lehet munkatársaktól, alvállalkozók, mindenki, vevők, összerakni azt, hogy hogyan lehet mindenki a legelégedettebb, vagy a legtökéletesebb, akkor én hiszek abba, hogy összeadódnak az energiák. Most a legjobb példa szerintem a munkatársaknál. Tehát, hogy én például nem úgy gondolkozok a munkatársaimról, hogy felveszek valami alkalmazottat, vagy valami droidot, hogy valami feladatot megcsináljon. Tehát annak semmi értelme. Tehát, ha el tudom érni azt, és ez mindegy, hogy a jutalékos rendszertől tehát maga a hozzáállás, vagy a viszonyulásig az, hogy ő a kollégám akarja, a saját céljaként akarja azt a végeredményt, ahova megyünk, akkor ő a munkáján kívül sokkal többet fog beleadni, belerakja azt a teremtő erejét, amitől amúgy a dolgok létrejönnek. És ha meg tudom csinálni azt, hogy az ő teremtő ereje, az ő szándék ereje, az ő tett ereje is minden egy irányba fésülődjön, akkor ott végül is, és nem akarom ennyire, tiszta olyan spirituálisan hangzik el, hogy ez az egész, de hogy amúgy az energiák összeállnak egy vektorba, akkor brutálisan össze tudnak adódni. És én mindig ezt keresem, hogy legyen jó nekem, hogy legyen jó neked, hogy legyen jó mindenki másnak, és hogy legyen jó most, és hogy legyen jó később is. És egyébként nem mindig tudom ezt jól kitalálni, de hogy maga a szándékot, azt igyekszem mindig ezt belerakni, mert megint csak visszatérünk oda az élet egyéb magasabb törvényszerűségeire, hogy amit beleraksz, mindig az fog visszajönni. És hogyha mondjuk eleve úgy állsz hozzá, hogy te olyan céget akarsz csinálni, hogy gazdaggá akarod tenni a körülötted levőket, a lehető legtöbb embert, mutass nekem olyan megoldásokat, hogy hogyan tudom a legtöbb embert gazdaggá tenni körülöttem, az mindig vissza fog hatni. És utána van az, hogy amikor elmész nyaralni és visszajössz, pár hét után akkor lelkendezni fognak a kollégák, hogy ezt találtuk ki, ezt csináltuk, ezt fejlesztettük, így növekedtünk, mert mindenkinek a saját érdekévé válik az a dolog. Köszönöm szépen. Sokat beszéltél arról ma is, meg egyébként is, hogy a vizualizáció, hogy milyen sokat használod ezt, és ez a imagináció, vizualizáció, amit már mondtad, fiatal korodtól alkalmazol. Most itt vagy egy gyakorlatilag nem sokkal a startkő után már mondhatni, hogy egy nagyon szép eredményt értél el itt a Voice-zal. Mik a jövőképeid? Mit vizualizálsz, ha megosztod velünk, hogy mondjuk 3-5 éven belül hol látod a vállalkozásodat? Tehát maga a vállalkozással amúgy az a célom, és egyébként egy kicsit magam fele is hajlik a kezem, hogy én tényleg egy olyan tananyag, tudástárat akarok összehozni. Ugye egyre jobban pörög az idő. Tehát én is érzem magamban, hogy egyre több dolog viszi a figyelmünket. És elérhetővé szeretném tenni azt a
tudás eszenciát, és a lehető legtöbb, tehát én, nekem van egy 10 000 könyvet szeretnék belerakni a Voice-ba, és szinte az összes lehet ilyen szeminárium előadás anyagot. Tehát az van, hogy ha valaki szeretne jobbá tenni az életét, én szentül hiszem, hogy az a gondolkozásnál kezdődik, és ott is végződik. Tehát, hogyha azon elkezdesz tudni változtatni, akkor minden változik. Legyen egy olyan, hogy ehhez csak a telefonért kelljen benyúlni a zsebedbe, és hogy ott legyen az a lehetőség. Most is megvan egyébként, tehát most is van egy csomó jó előadás, most is van egy csomó jó könyv, de mégis valahogy így integráltan egy abba azt belerakni, én ezzel ezt szeretném. Vannak nemzetközi ambícióid is az alkalmazással? Az alkalmazással ott még kérdéses. Mármint nemzetközi ambícióim abszolút vannak. A kérdés az az, hogy ugye ezt a területet angol területen már az Amazon viszi. Sok más területen meg egy svéd tőzsdei cég, szintén végtelen pénzzel. Hogy nem feltétlen ahhoz ragaszkodok, hogy minden áron ezt csináljam, de van egy csomó tervem tovább menni. Elsősorban élet minőség céljaim vannak, amihez a vállalkozás egy eszköz. Egzisztenciális? Nem csak egzisztent, nyilván tartalmazza az anyagit is, nyilván tartalmaz egy szabadidőt, és nyilván tartalmaz az, hogy mi az, amire elköltöm úgy az életidőmet, hogyha a végén... Tehát annyiszor olvastam már 10 éve, hogy azt fogod bánni, amit nem csináltam, tehát, hogy igen ám, ezt mindenki hallja, csak utána megvalósítani, vagy utána tényleg egy olyan életet élni, hát az a munkásabb része. Persze, csak ezekre a mondatokra nagyon sokszor ilyen üres frázisként tekintenek az emberek, pedig hogyha egy kicsit is ilyen ébresztő jelleggel figyel rá az ember, mert ugye, hogy is volt, hogy a repülőkbe énekelte Geszti Péter, hogy elmúlsz 20, elmúlsz 40, elmúlsz lassan, szépen és csendben. És hogy én is emlékszem, amikor megkaptam a 25 éves érettségi találkozóra meghívót, akkor azt mondtam, hogy valószínűleg rossz helyre küldték, mert én még most végeztem, és hogy az most stimmel. És akkor így jönnek ezek a mérföldkövek, hogy lassan a fiamnak jogosítványa lesz. Tehát, hogy ezek a ilyen riasztók, vagy ilyen észhez térítők, és tök jó, hogy ilyen éretten gondolkozol, és azt mondod, hogy az életidő, én is mindig azt mondom, hogy élet egyenlő idő, én így fogalmaztam meg. Hát ti adtátok ki azt a könyvemet is, hogy először a fontosat, és hogy abban tényleg egyfajta, nem is feltétlenül az időgazdálkodás, hanem egy szemléletmód, amit nálad is tapasztalok, hogy az ember az életre hogy tekint. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon szuper. Arról beszélj még kérlek, hogy ha így visszatekintesz, lehet ez a Voice egy szűkebb időszak, de a vállalkozói léted is így egy kicsit megnyújtva ezt az időszakot, hogy mi az, amit a leginkább mondjuk úgy, hogy kudarcként éltél meg, persze ezt most át tudjuk keretezni, hogy valójában csak egy lecke volt, és milyen jó, hogy megtörtént, de akkor abban az időpillanatban mondjuk azt érezted, hogy fú, ez nagyon, mármint hogy tanulságként a nézők fel tudják használni, tehát most nem ebbe fetrengve, hogy ez de nehéz volt, hanem csak egy-egy érintés szintjén, hogy ma már ezt esetleg lehet, hogy másképpen csinálnál, tanultál belőle. Vagy minden így, mint a kés a vajba, így ment? Nem, fura, most több dolog van, mert nyilván számtalan példát tudok mondani, amikor nem sikerültek dolgok. Ugyanakkor, tehát hogy tudom, hogy amúgy menő 3-szor csődbe menni, mielőtt az igazi siker jön. Nekem igazából, amit belekezdtem, az úgy mindig sikerült. Volt olyan, hogy nem úgy sikerült, vagy nem... De hogy alapvetően minden pozitív, tehát hogyha mondjuk az anyagi részét nézem, az mindig pluszos volt. Amit így menet közben szerintem, hogy az élet alatt és ez a vállalkozás alatt halmozottan jött elő, mert ott még több csábítás tud lenni, ez az etika jellem része, hogy csak olyan dolgot megcsinálni, amit bármikor, bárhol, bárki előtt vállalhatok. Hogyha én egyszer fekszek bárhol, bármikor egy sötét szobába egyedül, akkor mi tudott széttépni a legjobban a szégyen, meg a lelkiismeret furdalás, hogy nekem, én nem akarok sose semmilyen ilyen dolgon. Tehát én tök szeretek este mosolyogva belenézni a tükörbe nyugodtan, és ugye ez minden, ami a vállalkozás részét ugye érinti. Nem tudom megint, hogy a kérdésre válaszolok-e, de hogy talán ebből volt a legtöbb ilyen tanulság. Nyilván az emberek talán a másik. Tehát az, hogy szintén, hogy... Én nem nagyon szoktam önéletrajzot elolvasni. Nyilván vannak azok a pozíciók, ahol szakértelemre van szükség, de én mindenhol ezt nézem, hogy benne van az emberbe az tehát, hogy olyan ember van-e, akivel én az életidőmet együtt tölteném-e. Mert igazából a munkahelyen azokkal, tehát szinte ott töltöd a legtöbb időt.
és hogy jó emberekkel. Egyébként ezt gondolom, hogy az élet legfontosabb dolga az emberi kapcsolataink. Tehát ha megnézed, a legnagyobb kudarc vagy törés az életedben, az biztos, hogy egy másik emberhez kapcsolódik, de a legnagyobb örömöd, vagy a legnagyobb szívhez szóló élményed is egy más emberekhez kapcsolódik. És ugyanezt behozni a vállalkozásba, hogy olyan emberekkel körbevenni magunkat, akiket amúgy szerethetünk is oda-vissza. Ez egy gyönyörű zárszó lenne, de most eszembe jutott még egy kérdés. Ugyanis arra vagyok kíváncsi, hogy hivatkoztál arra, említetted, hogy nagyon sokat olvastál, és olvasol, mert 10 éves korodtól. Ez feltételező, azért egy tetemes könyvet emésztettél fel, vagy így tettél magadévá. Kíváncsi vagyok, hogy melyik a top 3 könyved, ami a mostani így beugrik, hogy mi a 3 leginkább. Ez lehet hangos könyv formájában is a Voice-on elérhető, de lehet, hogy még nincs ott, nem tudom. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, ami... Hát elsőre egyébként a klasszikusok jutnak eszembe, amin amúgy sokan cseperedtek. A Napóleon Hill Gondolkodj és gazdagodj, a Esther Hicks-től a Vonzás törvénye, a Pszichokibernetika. Igen. Nekem azért jutnak, hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket. Tehát, hogy most hirtelen azok a könyvcímek jutnak eszembe, amik így érzem, hogy korai ponton nagyon nagy forgató hatást értek el az életembe. Tehát, hogy én tök örülök most, szerintem mondhatom azt, hogy én nagyon elégedett vagyok a kapcsolataimmal, például az emberi kapcsolataimmal, de tudom, hogy ez nem volt mindig így. Tehát, hogy én voltam abban a pozícióban, ahol egy nagyképű hülye gyerek voltam, és kb. Utált. Fejedbe szállt? Nem, ez még ilyen korai, ilyen még általános, tehát, hogy ilyen általános iskola, középiskola elején én például ott elég sok kudarcot éltem meg mondjuk a kapcsolataim terén. És amikor elkezdtem olvasni ezeket a könyveket, akkor ott igazából, és amikor már sokadjára hallottam, hogy amúgy én vagyok a felelős a dolgokért, mert amúgy kurvára könnyű elmondani. Olyan sztorik, amikor elmondasz, hogy mondjuk, hogy loptak el tőled valamit, vagy hogy csaltak meg, vagy hogy... Amit amúgy elmesélsz bárkinek, és 100 emberből 101-et fog veled érteni, hogy jaj, hát tényleg, ez szomorú, ami veled történt. Csak ezzel az a szívás, hogy örökre így maradsz. Tehát, hogyha nem tudja az ember 100%-ban visszavenni a felelősséget, hogy igen, ezért is én vagyok a felelős, ezért is, ezért, és még ezért is. Ebben az a jó, hogy elég nehéz megcsinálni, ezért is, hogy akkor viszont, ha én teremtettem magamat ebbe a helyzetbe, akkor én is tudom magamat innen kiszedni. És hogy ne kanyarodjak el a kérdéstől, én emlékszem, mikor például a Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket, voltam hazafel az iskolából, olvastam a buszon, és így az aha élmények 5 percenként. Tehát, hogy mi az, amit én rontok el, hogy okozom ezt, hogy csinálom ezt, és hogy például egy darab könyv, ami utána annyi változást hozott az életembe, hogy ilyen teljesen más irány, és ez csak egy darab könyv volt. Hát igen, csak emellett ugye itt van, amit Ralph Waldo Emerson mondott, hogy egy könyv mindig az olvasójától válik nagyjá. Ha te 10 évesen, amikor az iskolában mentél hazafele, nem tartottál volna ott, akkor lehet, hogy azt mondta, hogy ez a könyv egy szar. De mivel te már nyitott voltál erre, azt mondtad, hogy micsoda aha élmények vannak ebben. Egyébként az, amit mondtál, itt most többször visszatértünk ahhoz, hogy kicsit ilyen spirituálisnak tűnik az egész, és most inkább ilyen, amiket említettél, mondjuk az Esther Hicks az már egy más vonal, de ezek a Napoleon Hill, ott is szerintem nagyon erős spiritualitás van mögötte, és azt gondolom, ahogy Brian is szokta mindig nekem tanítani, a szolgálat kapcsán is, hogy az üzlet, az lehet egy spirituális minőség akkor, hogyha ezt szívvel, lélekkel csinál, és azt viszed bele, az emberi tényezőt, az emberi értékeket, és nem csak a profitot hajszolod, akkor az itt lehet. Tehát, hogy szerintem tök nyíltan itt is beszéltünk spirituális vagy holisztikus értelemben az üzleti életről is. Én egyébként azért nem szeretem a spirituális szót mondani, mert ahhoz már a kötődés, az már majdnem olyan, mintha azt a szót mondom, hogy Isten. Hogy annyi ilyen jelentés van rajta, ami nekem sem azt jelenti, ami amúgy a legtöbb embernek eszébe jut. Én sokkal inkább mind is érdekelt, hogy nyilván valahonnan jöttünk, valamelyre megyünk, mi az egész értelme. Én például nagyon sokáig tettem fel azt a kérdést, hogy miért születtem ide, mi az én misszióm. Állandóan valami vállalkozásba akartam én is beleerőszakolni, hogy mit kell csináljak, hogy az a misszióm, hogy ezt csinálom, vagy az a misszióm, hogy azt csinálom. És igazából egyszer pont egy ilyen vipasszána meditáción jött ez a megértés, hogy igazából az én misszióm az, hogy kibontakoztass. Tehát, hogy realizáljam, hogy ki vagyok én. És hogy ne, tehát, hogy számtalan például halál utáni élményről olvastam, mindenki ugyanazt mondja, egyszer csak
látod magad kívülről, jön a teljes boldogság, rájössz, hogy az egész túl volt aggódva az egész, úgyse történt nagy. Ne kelljen már elpatkolni ahhoz, hogy ezeket a realizációkat az ember megélje, hanem hogy még itt a Földön, hogy tényleg, hogy itt éljük meg azt, akik vagyunk, és ez igazából bármi lehet. Pont ugyanaz, hogyha a vállalkozást úgy csinálod, hogy eközben, mert miért jó mondjuk ezt a tudatos teremtést, hogyha mondjuk így hívjuk gyakorolni a vállalkozáson, mert ha ott van a bankszámlán a végeredmény, most nem a profitra akarok minden áron, de ott azt megmutatja, hogy tényleg jól csináltad, vagy nem csináltad, mert ha a sorozatban nincs ott, és sorozatban nem tudod kifizetni a számláidat, akkor az nem a törvény nem működik jól, hanem te nem jól használod, tehát te nem tudod még munkára bírni. És elkanyarodtam megint. A legnagyobb rendben van minden. Egyébként az jutott eszembe az előbb, mikor hallgattalak, hogy mennyire én is hasonló úton ezeket a belső felfedezéseket, kérdéseket feltettem magamnak, és ez, amit most mondtam, ne kelljen már elpatkolni mielőtt, és akkor írtam a Van élet a halál előtt című könyvemet, mert hogy nagyon sokan foglalkoznak ez a élet utáni dolgokkal, hogy roskadoznak a könyves polcok azzal, hogy egy vigaszt keresünk, hogy de hát valami csak lesz ott is, mert de közben meg elherdáljuk ezt az életidőt, ezt az egész lehetőséget, ami itt van, és tök örülök, hogy ilyen fiatalon éretten gondolkozol. Norbi, nagyon sokáig tudnék még veled beszélgetni. Ha szeretnél valamit az utolsó szó jogán, ilyen zárszónak, akkor nem folytom beléd, azt örömmel veszem, még lassan lekerekítjük a beszélgetést. Hát ez megint ilyen ultra elcsépelt mondat lesz, hogy csináld, találd meg mi az, amit szeretsz, de nekem ez mögött tényleg van jelentés is. Tehát, hogy egyszerűen bármibe fogsz kezdeni, mindig lesznek gyerekbetegségek, amin át kell küzdeni magad. Ha nem olyan dolgot csinálsz, amiben látod, hogy miért csinálod, mi az értelme, tudod, hogy azon a ponton föl fogod adni. Ez az egyik. A másik, azért kell, hogy szeresd, amit csinálsz, és most nem akarok megint vonzás törvénye meg ilyenekre beszélni, de kvantumfizika, tudományosan is meg tudom közelíteni. Minél erősebb, minél magasabb frekvenciájú érzést tudsz összpontosítani egy adott végeredménybe, az annál gyorsabban fog megteremtődni. És ha abban a szíved is benne van, akkor nagyon gyorsan tudnak megtörténni a dolgok. Ha nincs benne a szíved, akkor csak ilyen meló lesz és izzadságszagú. Ez gyönyörű zárszó, és most én leszek megint a hunyó, de nem tudom kihagyni, hogy erre ne reagáljak, mert korábban beszéltél arról, hogy az milyen jó, amikor a munkatársakkal az energiák vektora egy irányba mutat. És most ez megint az volt, amikor azt mondta, hogy ez szorzóként hathat, amikor a fókusz egy magas energiaszinten egy irányba mutat. És itt csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy látom, hogy te is milyen mastermindokat alakítasz ki magad körül, a hasonlóan gondolkodókkal körülveszed magad, és csak a nézőket is szeretném arra biztatni, hogy nagyon vigyázzanak az államgyilkosokkal, és nagyon vigyázzanak, aki meg az energiák vektorát kioltja. Mert olyan könnyen le lehet hozni minket az iszabba, hogy finoman fogalmazzak, hogy ezt én is megéltem az elmúlt sok év alatt tapasztalatképpen, hogy egy-egy ilyen negatív torpedó így betalál, és akkor azt hiszed, hogy ez mi volt, és leránthat egy olyan állapotból, ami... Tehát tökre ülök, hogy látom többőtöket, ismerem is abból a körből, akik közösen álmodtok, gondolkodtok, nyaraltok, időt töltötök, és a többi, és hogy inspiráljátok egymást, magatokat is egymást ezáltal, és megerősödik ebben a generációban, és nagyon örülök, Norbi, hogy a dagályan minden hajó felemelkedik, úgyhogy most nem én akartam zárszót hozzá meg itt bölcselkedni, tehát megint visszaadom neked a szót, ha szeretnél. Nekem tetszett zárszónak, amit de ha elfogadod, akkor inkább arra biztatnálak, hogy gyere majd még vissza hozzánk, és időközönként mesélj arról, hogy hol tart a Voice, vagy mi zajlik benned, mert szerintem nagyon sok hasznos gondolat elhangzott most is ezen találkozó során, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha szeretnétek hasonló tartalmakról értesülni, akkor iratkozzatok fel ide a csatornára. Azt is köszönjük, hogyha egy-egy kommenttel leírjátok azt, hogy mi volt az, ami a leginkább a helyeményt adott itt a beszélgetés során, illetve mi az, amivel egyetértek, mi az, amit másképp láttok, szívesen veszünk bármilyen visszajelzést. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és Norbi, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Thank you.